Ez arról szól, hogy Orbán Viktor egyáltalán nincsen szigetelődve, sem Magyarország, igenis van súlyunk. Bizonyos kérdésekben nagyon is releváns, amit mondunk. Mint édesanyja sem tudom elfogadni azt, hogy tizenéveik végén, 20-as éveikben járó fiatal emberek holttesteit borítsák be a Donbaszt és az egész harcteret. Egy politikai aktivizmuson kívül itt semmiféle városvezetés nem zajlik Budapesten jelenleg. Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Mandiner Reakció, Mandiner heti kibeszélő podcastja. Én Kacsó Dániel vagyok, és köszöntöm Ferenc Orsolyát és Kohán Mátyást. Szervusztok! Szervusztok! Titulust is mondok, a Fidesz parlamenti képviselője és miniszteri biztos, aki nem másért, mint az űrkutatásért felel. Most nagyon rövid voltam, erről fogunk beszélni majd, de előbb néhány aktualitással kezdenénk, van abból is bőven. Véget ért egy nagy tanácskozás a távoli Brüsszelben, ahol a magyar miniszterelnök a ma reggeli rádióinterjúját is alapul véve kiharcolt egy kompromisszumos megoldást. Ugye egy több mint egy hónapja egész Európa aggódott, hogy Magyarország megvétózza megint azt az 50 milliárd eurós segélycsomagot, ami részben hitelből, részben támogatásként Ukrajnának a következő években járna, vagy kaphatna abból az Európai Unió költségvetéséből. Voltak kifogásaink, mármint volt a magyar kormányok több kifogása, ezeket részben elfogadták. Nagy sok-sok tárgyalás volt Giorgia Meloni-val, Olaf Scholz-szal, Emmanuel Macronnal, és végül is úgy hiszem, hogy egy picit mindenki megnyugodott, bár ez relatív. Mi történt? Hát mivel én nem voltam ott, ezért azt, hogy mi történt, azt innen nézve, nem fogom tudni megmondani. Hogyan interpretálnátok azt, ami történt? Azt gondolom, hogy nem nyugodott meg mindenki, mert az európai parlamentet uraló szélső baloldal egyáltalán nem nyugodott meg, és ez egy jó hír. Tehát ez azt mutatja, hogy akkor, ha úgy tetszik, azért ez egy jó kompromisszum, ami itt kialakulni látszik. És a kulcsmondatod az volt, hogy nagyon sok tárgyalás zajlott. Na most ez pontosan így van. A legfontosabb szereplőkkel tárgyalt végig Orbán Viktor előző este, szerda este, és hogy ott pontosan mi és hogyan hangzik el egy ilyen tárgyaláson, az pont azért van zárt ajtók mögött, mert nem kell kivinni ezeket a Premier Plánba, tehát nem a sajtótájékoztatókat tartják így. Ennek megfelelően én azt gondolom, hogy ismerve azt, ami végig is az eredmény lett, hogy egy valóban az Európai Unió által is preferált célok mellett Magyarország céljai, hangja, szándékai is elfogadásra kerültek. Ez egy olyan irány, ami mindenképpen nagyon ígéretes, és az is nagyon ígéretes, hogy a szélső baloldal ennek annyira nem örvendezik az Európai Parlamentben, csak így tovább. Uh-huh. De egyébként csak még egy picit visszakérdezve, egy kicsit kekeckedve és a baloldali, vagy inkább balibrális nemzetközi sajtót idézve, most Orbán Viktor föltette a két kezét és megadta magát, vagy azt mondta, hogy eleget hangoztattam és ijesztgettem itt mindenkit a saját álláspontommal, hogyha azt nem sikerült teljesen átverekedni, az egységet nem fogom megbontani, és a végén a kompromisszumot elfogadom. Nekem inkább, azt hiszem még a Politico is egy olyasmi tudósítást adott az egészről, amiből ugye az látszik, hogy úgy se lenyelni, se kiköpni nem tudják. Mert ugye egyszerre kéne azt mondani, hogy Magyarország kekeckedik, ok nélkül, de nem is ér el semmit. Orbán Viktor el van szigetelődve, le is van gyengülve, de egyébként se foglalkozik vele senki, hogy ő mit akar. Másfelől meg mégiscsak azt is el kéne magyarázni, hogy van az, hogy Európa összes fontos kulcsvezetője előző este zárt ajtók mögött vele egyeztet órákon át. Tehát ez a kettő ugye nyilvánvalóan egy ellentmondás, és akkor ezt valahogy fel kéne oldják, és ez nem sikerült. Pedig nagyon egyszerű, ez arról szól, hogy Orbán Viktor egyáltalán nincs elszigetelődve, sem Magyarország, igenis van súlyunk. Bizonyos kérdésekben nagyon is releváns, amit mondunk. Egy kis színes, a teljes képtől azért nem teljesen független dolog az, hogy mindeközben például Brüsszel utcáin az elmúlt évtizedek legnagyobb, valóban civil, valóban alulról jövő tüntetéssorozata zajlik, mert Európa mezőgazdaságát éppen most térdelteti le az Európai Unió teljesen elmebeteg politikai iránya, és gyakorlatilag a gazdák traktorok százaival, ezreivel vonulnak Brüsszel és a többi európai, nyugat-európai nagyváros utcáira, hogy elmondják, hogy ebből elég. Tehát
Ez is ugye ugyanaz az irány, amit Magyarország már egy csomó vitában az asztalra tett, hogy vannak az európai polgárok érdekei, és esetleg mi lenne, ha néha napján az Európai Uniót vezető politikusok mondjuk ezzel is foglalkoznának. Tehát nem tud kijönni sehogy sem az a matek, amit a baloldal szeretne, úgyhogy ezért látjuk ezeket a némileg ellentmondásos tudósításokat. Igen, azért azt ismerjük, azt a Európai Parlament előtti brüsszeli teret, ami általában maximum néhány fős kis táblákkal vonuló ilyen NGO tüntetéseknek a terepe, zajlik ott az élet. Hát most tele volt trágyával és hasonló eszközökkel, amikkel a gazdák jelezték a brüsszeli hatalmasságoknak, hogy nem tetszik nekik ez az irány. Matyi, te hogy értékeled a történteket? És ezt mind a kettő jelenségre gondolok itt. Hát igen, ott ilyen 30 eurós székeket szoktak belga sörre fogyasztani általában a tűpontos parlament munkatársai. Most ebben a környezetben azt hiszem, hogy nagyon keveseknek volt ott étvágyuk széket fogyasztani igen. belga sörre. Tehát ez, vidék menni van város. Ennek egy vidék menni város, így van. Meg Szabó Bálint álmai megvalósultak az európai főutcákon. Hát Demszki de, Gábor egyébként ezt nem hagyta volna, nem tegyük hozzá, hogy még egy kis történelmet. Kirakta volna a traktortáblát, az egy másik kérdés, hogy nem biztos, hogy a magyar traktorok sokkal békésebbek lettek volna, mint a belga traktorok. No de, jó, hogy behoztad a politikót. Én egy ideje már alkalmazom azt a technikát a dílek megállapodások, kompromisszumok minőségének a megítélésekor, hogy kiválasztok valamit, aki szerintem nem feltétlenül van mentális kapacitásai minden birtokában, és nem feltétlenül érdekelt Magyarország sikerében, és hogyha az a valaki, akit most kiválasztottam ember az ügyben, az visítozik, sivalkodik, nem érzi magát jól, akkor nagy esélye Magyarország számára jó kompromisszum született. Ukrajnában nekem ez a fajta benchmarkom az mindig Szerhij Szidorenko, az Európejszka Pravda nevezett ukrán kormánylaptól, hogyha ő ronda cikkeket ír rólunk, akkor valószínűleg olyasmi történt a magyar-ukrán viszonyban, ami Magyarország számára jó. A brüsszeli vonatkozásban arra hívnám fel a figyelmet, hogy a Politico nevezetű brüsszeli szentírás a top 1-ben úgy hozta le a megállapodásnak a hírét, hogy egy olyan borítóképpel, amelyen délcegen és magasan áll Orbán Viktor fölött egy lépcsőfokkal Klaus Johannis román elnök, és Orbán Viktor lehajol, és mint hogyha kezet csókolna Johannis román elnöknek, a cím pedig az volt alá, hogy az EU megállapodik az 50 milliárdos ukrán segélycsomagról, miután Orbán beadta a dereket. Ez, tehát, hogyha a Politico ilyen izzadságszagban próbálkozik azzal, hogy ezt a kompromisszumot beállítsa, mint egy rendkívül megalázó helyzetet Orbán Viktor számára, akkor valószínűleg nem erről van szó. Ugyanakkor a miniszterelnök, és azt most újságíróként mondom, ami talán furcsa lesz az én számból, fájdalmasan és talán túlzottan is őszinte volt ma reggel a Kossuth Rádióban. Tehát ugye ő elmondta egészen világosan, hogy mik voltak itt a kondíciók. Tehát két megoldási javaslat közül lehetett választani. Az egyik megoldási javaslat az volt, hogy Magyarországgal nem foglalkoznak ebben az ügyben a többi 26-ok, odaadják az ukrán pénzt maguk nélkülünk, és az Európai Tanács állam és kormányfőinek a hozzáállása a Magyarországnak folyósítandó források kapcsán arra változik, hogy Brüsszelt abba az irányba fogják, a bizottságot abba az irányba fogják nyomni, hogy ne adjon egy fillért se. Ez volt az egyik opció, ami az asztalon volt. Ezt világosan elmondta így a miniszterelnök. Érkezett is egy cikk is a napokban. Erről érkezett egy cikk is a napokban. Aztán letagadtak, hogy úgy is lenne az a terv, de ezek ugye volt valamennyi kétség a felől, hogy ez most egy tanácsi háttér dolgozat valahonnan egy sötét sarokból, vagy hatástanulmány persze, vagy egy egységes európai álláspont, a miniszterelnök által vázolt szenárió. Vagy egy levágott lófe. Igen, tehát, most melyikről volt szó, ezt a miniszterelnök szerintem egész világosan megmutatta. A másik szenárió az volt, és szerintem van több okunk amellett, hogy emellett döntsünk, az pedig az volt, hogy Magyarország néhány felülvizsgálati lépéssel, keretrendszerrel megerősítve, de belemegy ebbe az 50 milliárdos játszmába. Cserébe az európai fővárosok álláspontja Magyarországnak folyósítandó pénzek kapcsán az lesz, és ez benne is van a tanácsi következtetésekben, hogy arra kérik, utasítják a brüsszeli bizottságot, hogy legyen kedves abban a jogi formában alkalmazni a kondicionalitási mechanizmust, ahogyan az 2020. decemberében elfogadták. Ez azért fontos, mert ez egy politikai nyilatkozat a tagállamok részéről arról, hogy az, amit most jelenleg a bizottság, de pláne a parlament a jogállamisági mechanizmus kapcsán csinál, tehát ahogyan ők azt most értelmezik mindenre, mindenkire, magyar diákokra, Erasmusra, külpolitikára, genderre, akármire, az semmilyen mértékben nincs összhangban azzal, ahogy 2020. decemberben maga a mechanizmus elindult, és ennek következtében hát a tagállamok küldtek egy erős politikai jelzést Brüsszel felé, a bizottság felé, hogy legyen kedves a bizottság változtatni a magyarországi források kapcsolatos állásponton. Én nagyon meglepődnék akkor, hogyha a jelenleg még a kondicionális mechanizmussal fogott nagyjából 6 milliárd euró kapcsán nem lenne a következő egy-két hónapban egy fejlemény, egy pozitív irányú fejlemény, és azon is meglepődnék, hogyha semmilyen fejlemény nem lenne a helyreállítási alapnak az összegei kapcsán. De ez a két lehetőség egész volt. Egész pontosan még annyival egészíteném ki, hogy a lényeg mindig a sorok között van,
És itt azért ezek a tárgyalások, ezek egyet tudunk, hogy nagyon lényegiek voltak, nagyon fajsúlyos szereplőkkel az asztal körül, és nagy valószínűséggel azt nem annyi volt, hogy hát, hogy ízlik a kávé, nagyon finom, köszönöm, esetleg még két cukrot, ha tudnátok adni. Tehát nem valószínű, hogy ez zajlott ott le. Úgyhogy azt szeretném kérni mindenkitől egy picit, hogy most inkább figyeljük majd azt, hogy mi minden fog itt történni az elkövetkező hetekben Brüsszel irányából, mert én is azt gondolom, amit te, hogy itt azért a lényeg még előttünk van. Ide rákanyarodnék arra, amit mondott, amit mindketten mondtatok. Olaf Scholznak volt egy nyilatkozata, ami szintén ebbe a mondjuk úgy megjegyzés vagy kórusba igazodik. Mi szerint az Európai Uniónak nem csak egyes tagállamira vonatkoztató, hanem saját magára vonatkoztató is komolyan kell venni a jogállamiság kritériumait. Ez szintén hasonlít arra, vagy nekem rímel arra, amit a határozatban olvashattunk, és te idézted az előbb. Tudnélik, hogy az a jogállamisági kondicionálási eljárás, amit annak idején végülis a lengyel és a magyar vétó feladásával mi is elfogadtunk évekkel ezelőtt, az direktben arról szólt, hogy az unió pénzügyi érdekei védelmében induljon bárki ellen egy ilyen eljárás. Na most ott tartunk, ugye Ursula von der Leyen egy kicsit úgy összekever a dolgokat, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlamentnek, a balos csapatnak ebben a sztoriban, nyilván udvarolva egy kicsit, a szavazatukra is potenciálisan ácsingózva, tette egyértelművé, hogy LMBTQ és migráció ügyben is fordulatot és változást várnak a magyar kormánytól. Kvázi, amit évekig mondtunk mi, hogy ez nem pusztán jogi kérdés, hanem egy ideológiai, politikai ellentét a brüsszeli központ, az Európai Parlament és Magyarország között, azt kimondta a saját szájával, még akkor is, hogyha ez mindegyik forrás elemre, ha jól tudom, nem vonatkoztatható. Na jó, de arról nem beszéltünk még, hogy az, amit Orbán Viktor nehezményezett ebben a megegyezésben, és azért részben benne maradt ez az 50 milliárdos csomaggal kapcsolatban. Tehát jó-e az az irány, amiben az Európai Unió most e tekintetben megy. Mert ugye itt egy hosszú távú elköteleződés van a háborúzó Ukrajna mellett, kimondva azt is, hogy az Egyesült Államokra nem számíthatunk, de bezzeg majd mi megoldjuk. Megoldjuk? Én itt megint csak vissza szeretnék menni a KH-hoz. Van néhány olyan alapvetés, amit Magyarország számtalanszor deklarált, és ebben nem fog változtatni az álláspontján. Az egyik az nyilván, hogy Ukrajna területi épsége, szuverenitása az egy alapvetés, ez, amit Magyarország ugyanúgy tiszteletben kíván tartani, mint az Európai Unió összes többi országa, és kiállunk emellett. A másik azonban az, hogy erre a problémára, ami ott jelenleg van, ez a fegyveres konfliktus, amiben százak és ezrek halnak meg naponta, egy öldöklés zajlik, tényleg én sem tudok rá jobb szót, és ezerszer elmondtam én magam is mindenféle platformon, hogy mint édesanyja sem tudom elfogadni azt, hogy tizenéveik végén, 20-as éveikben járó fiatal emberek holttesteit borítsák be a Donbaszt és az egész harcteret, és mikor majd vége lesz ennek az őrületnek, akkor majd nyilván a cégek csinálnak egy mérleget, hogy most mennyibe kerül majd az újjáépítés, meg mennyi fegyvert adtak el, és az édesanyák meg elmennek felkutatni a fiaik holttestét. Ezek az értékek nem állnak arányban egymással, az emberi élet védendő. És ezt a konfliktust gyakorlatilag tűzszünettel kéne úgy befagyasztani, hogy utána a tárgyalóasztalnál, tárgyalásokkal lehessen megoldani a konfliktust. Ez Magyarország alapvetése, ezért nem szállítunk fegyvert ebbe a konfliktusba, túl azon, hogy nyilván a kárpátaljai magyarság érdekeit is szem előtt tartjuk és féltjük őket. Egész egyszerűen Magyarország továbbra is úgy gondolja, hogy nem hosszabbítani, eszkalálni és elnyújtani kéne ezt a fegyveres konfliktust, hanem tárgyalóasztal mellé terelni a feleket, és igen, kikényszeríteni, hogy üljenek le a tárgyalóasztalhoz. Tehát ez az egyik része. A másik része az, hogy két éve tart már ez az öldöklés. Senki nem tudja megmondani, hogy ez mikor fog véget érni így ebben a formában. Éppen ezért most az, hogy most 4 évre meghatároznak egy összeget, hát nyilván ez egy ilyen provizórikus döntés. Egy dolog látszik belőle, hogy azzal számolnak, hogy egyhamar ezek a kérdések nem fognak megoldódni. Ezt nagyon szomorúan látjuk. Egyébként én szerintem minden magyar ember, nem csak a politikusaink, hanem mindenki, hogy azért egy ilyen nagyon-nagyon nagy halálos áldozati és sebesülési arányjal zajló elképesztő, nagyméretű háború, ráadásul Európa területén, ez nem az az irány, amit az elmúlt 70 évben
elterveztünk. Ez hihetetlen, hogy megint itt tartunk Európában. És igen, benne van az eszkalációnak a veszélye minden pillanatban, mert ez egy borzasztóan kényes kérdés, ami itt is, és mint látjuk, más a bolygón máshol is egyre többször fellángolnak ezek a nem hideg, de inkább már meleg fegyveres konfliktusok, forró pontok, és ezeket nem fenntartani kéne, hanem lehűteni. Mert mégiscsak mindannyiunknak az életéről van szó. Ezt szerintem nem lehet nem egyet érteni. Hasonlóan kezdte mondandóját Kuleba ukrán külügyminiszter is, csak aztán utána odajutott, hogy viszont mégsem megvalósítható ez, hiszen addig, amíg Oroszországot nem sikerül legyőzni, addig nem beszélhetünk fegyverszünetről. Úgy tűnik, hogy ez egy kibékíthetetlen ellentét az európai mainstream, Ukrajna és Magyarország között. Hogyan látjátok egyébként ezt a külügyminiszteri találkozót, ami szintén nagyon-nagyon hosszú és alapos előkészítő munka után szintén Mission Impossible-nek tűnt, hogy Szijjártó Péter egyszer az ukrán kolléga mellett fog állni, és egyébként péterezik, meg keresztnevükön szólítják egymást. Nekem ez is egy ilyen érdekes csemege volt a sajtótájékoztatóban. Tehát, hogy ebből ez most összefügg azzal, amilyen deal született az Európai Unióban a segélyekkel kapcsolatban, vagy sem. A magyar-ukrán viszony menthető, mert ugye ott van egy erős konfliktusunk a ottani magyar közösségek jogfosztottsága miatt. Merre tovább ebből a találkozóból? Hát röviden, és aztán majd átadom a szót, hogy ne töltsem ki a műsoridőt egyedül. Úgynevezett vendég vagy. Azért azt szeretném jelezni, hogy itt nem menthető, hanem mentendő bármi áron. Tehát Magyarország és Ukrajna viszonyát menteni kell, hogy javítani kell, és egyébként a magyar külpolitika, és személyesen egyébként Szijjártó Péter is rengeteg energiát tett és tesz abba, hogy ez így legyen. Ez egy nagyon nagy előrelépés volt ez a találkozó, én úgy ítélem meg. Nagyon fontos gondolatokat mondtak ki a felek. Az, hogy egyébként valóban egy személyes, pozitív nexust lehetett látni a sajtótájékoztatón, az nem a fáról esett le. Abban például Szijjártó Péternek nagyon komoly munkája van. Nem csak itt, máshol is, amerre utazik, személyes kapcsolati tőkét épít az ország érdekében. Tehát ő tényleg elmondhatja magáról, hogy a legtöbb tárgyalófele személyesen ismeri, és van közöttük egy összhang egy csomó kérdésben, amiben csak lehet. És azt gondolom, hogy egy diplomáciának ez az egyik fontos feladata. Ez a diplomácia, a tárgyalás, a beszélgetés, a szempontok részletesebb kibontása, egyeztetése. És mindenképpen nagyon határozottan úgy érzem, hogy ez a megbeszélés előremutató volt. És az a fontos, hogy ne rekedjen meg, az a fontos, hogy folytatása legyen, az a fontos, hogy egyébként biztos, hogy mindkét félben vannak és lehetnek is sérelmek, meg nem értettség, olyan gondolatok, amik esetleg nem jól kerültek kifejtésre, vagy akár nemzetközi sajtóban vagy érdekkörök által szándékosan ellettek ferdítve, ezeket közvetlen beszélgetésekkel kell tisztázni. És azt gondolom, hogy ez így jól van. Teljesen érthető az, hogy hát Ukrajna területén zajlik most jelenleg egy háború, egy konfliktus, egy fegyveres összetűzés. Hát teljesen érthető, hogy ebben az ügyben Ukrajna vezetése nagyon határozottan fogalmazza meg a maga álláspontját. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezzel csak és kizárólag minden ponton egyezően lehet egy másik ország vezetése számára nyilatkozni. Pont az a fontos, hogy minél több szempontot bele tudjunk vinni egy ilyen megbeszélésbe. Hiszen nekünk is vannak saját szempontjaink, mert a magyar kormány Magyarország érdekében dolgozik, és ezért nyilván vannak olyan gondolatai, amiket ő neki kell elmondani, azt meg más nem fogja helyette. Ez a diplomácia. Messze menőkig egyetértek a miniszterelnök úrral a tekintetben, hogy tényleg nem mások mondják meg rólunk, hogy mit gondolunk. Pláne az, hogy mit gondoljunk. De azért én nekem megütötte a fülemet az a mondat, hogy nem tartanak Ukrajna kormánya részéről minket orosz barátnak. Kár, hogy ezt évekig hallgattuk, hogy mégis azok vagyunk, hanem magyar pártinak tartanak bennünket. Én azt gondolom, hogy ha ezt átvenni a mainstream sajtó, és leállnának így a magyar kormányzat álláspont félremagyarázásával, már egy óriási nagyot lépnénk előre. Hát nyilván, igen, tehát hogy a miniszterelnök nem véletlenül reagált erre ilyen élesen, ahogy az a ma reggeli rádióinterjúban hallható volt. Ő ezt 2 éve hallgatja, nyilván általában abban a formában ilyen-olyan pártizek Magyarországot, hogy Magyarország orosz párti.
Tehát egyszerűen az embert az őrületbe tudja kergetni, nekem is vannak ezzel kapcsolatban személyes érzelmeim, hogyha megtekintik a kedves olvasók azt, hogy a Mandinéren én pont ebben a kérdésben Magyarország egészen pontosan hogyan nem orosz párti, mennyit írtam, akkor nagyjából beleláthatnak ezzel kapcsolatos érzelmeibe. Tehát hogy ez egy elképesztően frusztráló, idegesítő, borzasztó dolog, amikor az ember 2 éven keresztül azt hallgatja, miközben szentűriszem, hogy a legeurópa pártibb Európa ereje és Ukrajna békéje, Ukrajna fennmaradása, Ukrajna prosperitása érdekében szóló hang a magyar hang. Ennek ellenére kapja az ember mindenféle bocsánat balti mitugrásztól, meg skandináv pókembertől, meg német zöldektől azt, hogy orosz párti. Hát értem, hogy ez elképesztő frusztrálja a miniszterelnököt, hogyha bármilyen pártizzák, de ennek ellenére szerintem az, hogy Mitro Kulebának a szájából, akinek a száját nagyon sok minden más is elhagyta, már nem kimondottan szép dolgok. Kimondódott az, hogy Ukrajna nem orosz párti, hanem magyar párti. Egyébként ebben egyetért Vlagyimir Putyinnal, itt Mitro Kuleba csak jelzett, tehát, hogy a két érintett fél, az oroszok Moszkva, meg az ukránok, Moszkva-Kijev tengely alakult ki abban a kérdésben, hogy Magyarország nem orosz párti. Most innentől kezdve, hogyha jön egy Pán Tusk, ha jön egy Olaf Scholz, egy Annalena Baerbock, egy mit tudom én kicsoda, Daniel Freundot kéne hajt olvasni, hogy nagy kedvence. És Verhofstadt. Egy Verhofstadt, egy akárkicsoda, Svédországból, Kelet-Németországból, mit tudom én, Luxemburg, Rütte. Tehát innentől oda lehet tartani az orcájába, hogy kedves Rütte, kedves Baerbock, kedves akárkicsoda. Tehát Putyin Kuleba tengelyig tartó egyetértés van abban a kérdésben, hogy Magyarország nem orosz párti, ezt az érvet vedd ki a mocskos szádból, és tárgyaljunk innentől kezdve arról a kérdésről. Igen, de azért inkább úgy fordítanám ezt a gondolatot, hogy na, ha ebben most meg tudtunk állapodni, ez tök jó, akkor most az Európai Parlament és ez a hosszú lista, amit itt próbáltunk összeszedni, de valóban a bőség zavarával küzdünk, hogy sok tehetséges és nagy formátú európai politikust mind fel tudjuk sorolni. Akkor mi lenne, ha egyszer ők is feltennék maguknak azt a kérdést, hogy ha már európai politikusok és az Európai Unióban dolgoznak, akkor mi lenne, hogyha Európa pedig Európa párti lenne? Ez csak egy ilyen gondolatként vettem fel, de tudom, hogy ez egyik így. Kérdésem B részével, hogy valójában mit kapott Emmanuel Macron, amikor kiállt az európai érdekekért, egyébként Kínából hazafelé repülő nyilatkozó újságíróknak. Hát ez a politikus és hasonszörű, állítólag Washingtonból sugalmazott média konglomerátuma a torkának esett. Ja, persze. De rá, mondjuk egy jó szót, bocsánat, még mielőtt tovább mennénk, tehát hogy ha a brüsszeli betyátnak lehet hinni, akkor ez a Scholz-Macron-Meloni tengely, ami tegnap előtt este beszélgetett a miniszterelnökkel, ez nem volt teljesen egységes abban a kérdésben, hogy milyen két alternatívát adnak Magyarországnak. Olaf Scholz volt azon az álláspontban, hogy Magyarország szavazza meg és kész. Meloni és Macron volt azon az állásponton, és az ő álláspontjuk ment keresztül, hogy Magyarország szavazza meg és kapjon cserébe korrektségét az Európai Uniós pénzek kapcsán. Így van, és azért itt szeretnék jelezni valamit. Ugye van az a vicc, hogy a partizán naplója. Gulyás Mártont is nem. Áthallásos. De most egy másik partizán ugye elmondja, hogy hát mit tudom, október 5-e, borzasztó harcok árán, de kiszorítottuk a németeket az erdőből, hogy második világháború. Október 6, rettenetes véráldozatokkal kiszorítottak minket a németek az erdőből. Október 7, nagyon komoly harcok árán, de ismét kiszorítottuk a németeket az erdőből, október 8, stb. És akkor végül október 10-a, most jött a csősz, és mindenkit kizavart az erdőből. Tehát egy kicsit úgy jelezném, hogy azért úgy miközben megy ez a vita, mint említettem volt például, traktorok milliói vagy százezrei battyognak jobbra-balra az autópályákon Nyugat-Európában. Gyanítom, hogy nem a lehajtót keresik, hogy hova kéne menjenek most éppen szántani, vetni vagy aratni, vagy bármit csinálni. Pedig ott van aszfalt mellett. Pedig minden aszfalt, minden út aszfaltba vezet pontosan, de kivéve Angliában a Texit, de a fő település. Na de a lényeg az, hogy ugye nem ezt keresik, hanem valamit szeretnének jelezni. A maguk csöndes, diszkrét, visszavakott bájával itt teleállták Brüsszelt, ugye? Tehát, hogy így, én azt gondolom, hogy így a sorok között a berlini gyors. Lehet, hogy jó lenne, ha úgy az európai politikusok ezekből a nehezen dekódolható, finom pici jelzésekből, hogy mondjuk például A-tól B-ig beáll Brüsszel mondjuk egy olyan 1000 traktorral, ugye? És az tegnap nem volt még ott. És valóban Dembski Gábor leleményét nem alkalmazták, hogy egy áthúzott traktor behajtani tilos táblával, ennek mind útját állják. És még jönnek ilyen ügyek, tehát itt azért ez egy valódi, tényleges, ha úgy tetszik, polgári hang és polgári engedetlenségi irány az európai lakosság részéről, hogy azért most már egy picit ezekből így elég volt.
Én azt gondolom, hogy jó lenne, ha lassan ezzel is foglalkoznak. Tehát nagyon nagyszerű dolog, hogy itt az elit elefántcsontornyában itt rángatjuk a gombokat a potméteren, hogy akkor most mi hova, meg merre menjen. Remek, nagyszerű, és akkor egyszer ki kéne nézni az ablakon, legalább egy pillanatra. A német sajtóból szerzett minimális tapasztalatom, ami lehet, hogy itt például Matyinak jóval több van belőle. Van egy módszerük erre, fasiszták a traktorosok. Tehát, hogy van egy ilyen játék is, hogy mondjuk rájuk, hogy ők a rossz fiúk, és akkor nincs probléma. Így van, de ilyenkor szokott a történelem bekopogtatni az ajtó. De tisztázzuk, miért is vannak a traktorosok az utcán? Tehát, hogy Berlinben ugye láttuk, mi történt, ott ismét újabb tüntetések lesznek, Franciaországban is, és most ez a brüsszeli, ez is nagyot szólt. Mi bajuk van a traktorosoknak? Elvesznek tőlük némi pénzt, nem hajlandók áldozni az európai gazdák azért, hogy zöldebbek legyünk? Tehetnék föl egy ilyen álnaív kérdést is? A magyar nyelv rendkívüli gazdagságában egy csomó megoldást talál arra a helyzetnek a kifejezésére, ami most az európai autópályákon, főutakon zajlik. Tehát sok mindent föl tudunk sorolni, minek, mi az, aminek is van vége. A gazdák nagyjából ezen az állásponton vannak jelenleg, tehát hogy annak is van vége. Tehát a következő volt a gazda perspektívában, hogyha tudok ebbe empatizálni, mondjuk a vidéki Magyarország képviselőjéken megkísérlem, bár én is egy középnagyvárosban nőttem föl. Tehát nagyjából úgy nézett ki az elmúlt 10 év gazda perspektívából, hogy én szántok, vetek, tenyésztek, aratok, ellátom többek között a brüsszeli bürokráciát ehető nagyon finom dolgokkal, egyre emelkedő és szigorodó sztenderdek és elvárások mellett. Ezek az elvárások mind arra vonatkoznak, hogy mindazon taktikákat, amiket én annak érdekében kifejlesztettem tizen sok éven át, hogy hatékonyabban dolgozzak, azokat ne lehessen többet alkalmazni, tehát hogy ezt csináljam a tyúkokkal, meg úgy lőjek ezt, azt nem azt a tehenemnek a fülébe, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan gyomírt a növényvédő. Meg legyen gumilabda a malacok ujjában, ezer mindent ne csinálhassak. Ezeket mind betartottam. És ezen az egyre nehezebb akadálypályán, amit az európai közös agrárpolitika elém rakott, én igyekeztem nagyjából az áraimat féken tartva ellátni a nehezedő körülmények között az európai embereket. És akkor emellett fogja magát egy Ursula von der Leyen nevezető, egyébként minden bizonnyal kiváló szándékú 7 gyermekes családanya, azt mondja, hogy európai Green Deal, ergo a farmerek által jelenleg használt termőterületek 30%-a az menjen vissza szépen őserdei formába, és legyen egy természeti érintetlen tér. Mond egy ilyet, mond egy olyat. Ezt miközben éppen a Pfizer SMS-ezik. Így van. Mond egy olyat, hogy... Ami meg se történt, mert nincsenek meg. Mond egy olyat, hogy szigorodjunk tovább. Mond egy olyat, hogy ugyan még... Én nem látom a cső végén az elektromos traktor, de a dízel traktor élettartama az úgy meg van számláltatva. Hát de nem is kell elektromos... Jó, ez, nem, hát majd a rovarfarmokon, amikor ledaráljuk a tücsköt, akkor ott az nem kell traktor, és hát mennyi fehérjét lehet abból nyerni. Szóval eleve persze. Nem kéne ennyi takarmány, mert nem, a tücsöknek nem kell. Hát. A marketing az meg pusztítja. És akkor még emellett történik egy olyan apróság, ez most egy német specifikus helyzet, hogy az Alkotmánybíróság dönt valahogy, hogy Olaf Scholz úr 20 000 milliárd forintnyi euróval számolta el a költségvetést, és ennek a megoldására az következik, hogy akkor, amikor az Európai Unió történelmében soha ilyen drága a dízel nem volt, részben az Európai Unió szankciók miatt, és nekem ugye dízelre mennek a kombányaim meg a traktorjaim, akkor még úgy dönt egyébként a zöld kormány, a zöld meg szociáldemokrata, meg liberális, meg akármilyen kormány, hogy az első dolog, amivel spórol, amivel betömi a saját maga által okozott lyukat, az az én dízel szubvencióm. Tehát, hogy még az a dízel, amit már eleve a kiváló külpolitikájukkal föltornáztak. És bocsáss meg, hogy kiegészítsenek, és még ezen kívül úgy döntenek, hogy az egyébként mindezen európai normákat nem bevezetőm, hiszen nem európai, csak Ukrajnában, ahol lehet a glifozátot is használni, meg mindenféle vegyszert, meg mindenféle olyan termelési módot és formát, amit az Európai Unióban már réges-régen betiltottak, mert ugye rákkeltő anyagok, stb. Ott ezekkel semmi probléma nincsen, abban most nem menjünk bele, hogy nagy birtok szerkezet, hogy esetleg ne adj Isten ilyen szavak, hogy Monsanto, meg. Tehát most ezeket így hagyjuk is, hogy azok most tényleg a szegény ukrán kis parasztoknak a problémája a terménynek a beragadása, vagy inkább a hatalmas nagy nemzetközi pénzhatalmi körök vásárolgatták oda be magukat ugye különféle módon, és az ő árujuk ragadt be, de ezeket így rászabadították az Unióra. És itt is mi történt? Ugye Magyarország felemelte a kezet, hát elnézést kérnék, de ez így nem nagyon lesz oké. Arról volt szó, hogy szegény harmadik világbeli éhezőknek kellene a gabonát ugye kiengedni, majd egyszer csak hip-hop itt ragadt az Unióban, töredékáron, és hazavágta az egész európai nős agráriumot.
És akkor ezzel így nem foglalkozunk, tessék tovább haladni. Gyorsan gondolom, még küldünk két SMS-t a Pfizernek, vagy a Monsantónak, de most mondom, mert ezt az SMS-eket hagyjuk. És valóban gyakorlatilag minden tekintetben letérdeltették az Európai Unió agráriumát. És itt milliónyi emberről van szó, akik ebből szeretnének élni. És akiknek az életét már az elmúlt években is folyamatosan csak megnehezítették és megnyomorították. Fenntarthatatlan így a gazdálkodás az Európai Unióban. És ezek az emberek azon túlmenően, hogy tényleg nem tudom, hogy akkor miből és hogyan fognak megélni, azon túlmenően az egész életüket szentelték ennek a területnek, amire egy német gazda, hát Németország nem a forrongás világát, én úgy emlékszem, a guillotin az egy francia szó, nem német, ugye? Jól emlékszünk. Guillotine. Igen, igen. Tehát azért szeretném jelezni, hogy nem ott kezdték ezt a politizálást így bevezetni az utcára. Tehát nagyon sok kell ahhoz, én azt gondolom, hogy Németországban ilyen utcai képeket lássunk, és idáig sikerült juttatni a jelzőlámpa koalíciónak a saját népét. Egyébként úgy tudom, hogy minden idők egyik legnépszerűtlenebb kormánykoalíciója momentán a német. Azért ezek nonsens dolgok, hogy egy agrárminiszter az nem csak, hogy vegán, az lehet, azt teszik, amit akar. Hát jó étvágyat kívánok, nekem ezzel nincs bajom. Nekik van azzal, hogy mondjuk, aki nem vegán, az mit teszik, de nem ez, hanem kijelenti, hogy igazából hogy az egész, ez az agrárium, ez nem, valami ilyesmi hangzott el, ha nem szó szerint idézem elnézést, hogy igazából ez nem jó dolog az agrárium, nem kell ez, nem kell. Más dolgok kellnek, hát gondolom lakásszínház, az feltétlenül. és akkor most ezzel a helyzettel kéne szembesülni. És ahelyett, hogy fölfognák, hogy mi történik az utcán, ezért mondom, a történelem be fog kopogni. Tehát egy darabig áldogál az ajtó előtt félszegen egyik lábáról a másikra áll, aztán csak benyit. Ezt egy párszor láttuk Európában. Nem biztos, hogy ki kéne ezt a pillanatot várni. Nagyon mennék tovább ezen a vonalon, például behozva, hogy Kína és az Egyesült Államok milyen green deal-eket hajtanak végre itt a földünkért való aggodalom tekintetében, szemben mondjuk Európával, de úgy kötnék át a következő témánkra mégis erről, hogy van a műhús, amit így kerülgettünk. Igen. Annak van egy nagy propagátor a Magyarországon, biztos találkoztatok vele, Donát Annának hívják, ő most immáron a Momentum elnöke ismét, és hogyha már ő szóba hoztam, akkor egy 5 percet szálljunk a magyar ellenzékre. Fogunk róluk még nyilván beszélni, meg beszéltünk is már, de nekem olvasói szokásainkat figyelve az a tapasztalatom, hogy hát nem nagyon izgatja az embereket, ilyenkor hogy mit csinálnak. Igen, de például megbeszélhetnénk, hogy ki lesz a Fidesz főpolgármester jelöltje. Én is szeretném. Jelentkezzen a körünkben, aki esetleg azt engem nem kerestek. Tudja, hogy ő lesz-e vagy más. Érdekli, olvassuk a híreket. De akkor a kávéházi pletykákat is találkoztál. Ez egy kávéházi, hát más se teszek, mint hogy látom a címlapokat. Most is kávézunk. Most is éppen kávézunk, igen. Jó, akkor ez egy ilyen se nem igen, de sem megerősíteni, sem cáfolni. Szerintem ugorjunk. Jó, de akkor beszéljünk arról, hogy főpolgármester jelölt lesz-e egyáltalán a végén a közös ellenzék részéről Karácsony Gergely, túléli-e a Lánchíd botrányt, túléli-e azokat az ügyeket, amik itt körülötte mondjuk némi képzavarral sertepertélnek 500 millió ládikákba innen, 1,4 milliárd a hídépítő kivitelező számlájáról oda, nyomozások, egyre több feljelentés, aggódó potenciális és egykori szövetségesek, még Márki-Zay Péter is egyre aktívabb. Mi lesz itt? A logika szerint már rég nem kéne a főpolgármester székben legyen, mert az az álmokfutás, amit ő meg a haverjait levágtak, hát hogyha a Gyurcsányt a haverjának lehet mondani, inkább főnöket, tehát nem tudom, hogy igen, hogy milyen a lexus, tehát hogy mennyire haverkodnak, vagy inkább parancsértettem jelleggel megy ott a dolog. De vannak tippjeink. Igen. Amit ők így levágtak így az elmúlt 4 évben Budapest kárára, az én azt gondolom, hogy már önmagában tulajdonképpen már réges-régen, ha lenne bármilyen visszacsatolás ebben az ügyben, akkor már ezt nem is kellene indítani. De az az igazság, hogy mégis azt látjuk, hogy mégiscsak ez nem kérdés, hogy úgy tűnik, hogy be fog állni Karácsony Gergely mögé a teljes baloldal. Bár lehet, hogy azért itt Donát Annának a mondata az azért ott van, hogy ugye ha 22-ben ők nyertek volna, akkor itt nem kormányzás lett volna, hanem egy teljes káosz. Igen. Hát jó reggelt kívánok!
Amikor ezt mondta teljes jobboldal, és minden normális gondolkodó ember azt mondta, hogy ezt így, ahogy ők itt előadják, lehetetlen kormányképes erőnek tartani, akkor ugye ez minden volt csak tehát a Fidesz gonosz ármánya volt. Most ők maguk ismerik el. Mitől lennének kormányképesebbek most, amikor még nagyobb viták szabdalják őket, és amikor már, ha úgy tetszik, kipróbáltuk őket élő egyenes adásban, vagy próbálgatjuk éppen most is ugye Budapesten, és azt látjuk, hogy egy gyalázat az egész, amit művelnek. Budapest tönkrement, ezt kimerem jelenteni, mint budapesti lakos, hogy itt egyre élhetetlenebb az egész élet, és egy politikai aktivizmuson kívül itt semmiféle városvezetés nem zajlik Budapesten jelenleg. Na jó, viszont, tehát azt értem, hogy te szép számú gyermeked az űrbiztosság, véleményvezérség, országgyűlési képviselet és drogpolitika mellett nem kívánod elvállalni azt, hogy a Én nem Fidesz, mondtam semmit, én csak várom a Felex legújabb tudósítást, hogy éppen mit csinálok. Főpolgármester jelöltje legyen, vagy legalábbis világos igent most ebben a műsorban nem óhajt a szerve kérdésre mondani, de... Nem az én kérdésem, világos, tehát persze, ez persze. Úgy működik, hogy majd a Fidesz, és ez tényleg így van, ezt elmondta a miniszterelnök is. Vannak erre feljogosított, felkent szervek és szervezetek egy párton belül, és személyek, akik ezekben a szervezetekben ülnek, és majd meg fognak hozni döntéseket. Egy dolog tényleg igaz, hogy nagyon-nagyon sok jó jelölt van. Úgyhogy itt nem az a kérdés a jobb oldalon, hogy ugyan vajon hol találnak egy jelöltet, hanem az, hogy melyik legyen a számos lehetőség közül. Úgyhogy én nem szeretnék ezzel a további. Persze, de nem ezt akartam éppen kérdezni. Éppen ebben a műsorban mondta azt a miniszterelnök úr, hogy március. Úgyhogy nem ezt akartam az újságírók lehetnek. Azt akartam kérdezni, hogy hogyan, milyen tanácsaid volnának a budapesti Fidesznek, amelyben aktív résztvevő vagy, hogy meg tudják fordítani a papírformát, amely szerintem, és nagyjából mindenki szerint, akik számokat nézegetnek ma a budapesti felmérések kapcsán, meg tudják fordítani azt a papírformát, hogy minden gyengeség, minden nehézség, minden alkalmatlanság ellenére Karácsony Gergely jelenleg nem néz ki újraválasztásra esélytelennek. Én fordítva szoktam csinálni a politikai gondolkodásomat, ez nem biztos, hogy jó dolog. De én így vagyok bekötve belül, hogy az embernek hitelesnek és önazonosnak kell lennie. Én nem azt méricskéltem soha. Akkor sem, amikor József Márcsi önkormányzati képviselő voltam. Most sem, amikor az országgyűlésben ülök, vagy amikor szakpolitikai kérdéseket próbálok megoldani, vagy akár amikor a tábla előtt állok az egyetemen. Vagy amikor a gyerekeimnek mondok valamit, amit megkérdeznek, és arra válaszolni kell. Nem azt mérlegelem, hogy majd hogyan, milyen hatást és hogy lehet, hanem azt kell mondani, amit az ember gondol, és amiben hisz. És az emberek ezt meg tudják ítélni. Én tényleg nem azért mondom azt, hogy Budapest jelenleg tönkre van menve, és a lehetőségeinek a töredékét valósítja meg a jelenlegi vezetés ebben a városban, a város lehetőségeinek a töredékét használják ki. Mert ez majd azt fogja elérni, hogy az emberek így vagy úgy szavaznak. Az emberek majd szavaznak, ahogy szavaznak. Ez majd az ő döntésük lesz, és ezt el kell fogadni, az mindig így működik, egy valódi demokrácia, és Magyarországon valódi demokrácia van, hogy az emberek eldöntik, hogy mit szeretnének, és rájuk kell bízni. Én egy dolgot tehetek, mint politikus, hogy hitelesen, a tudásom legjavát adva, és az akkor, amikor éppen beszélek, az általam ismert ismeretek teljességében igazat kell mondjak. És azt kell mondjam, hogy én azért gondolom, hogy Karácsony Gergely nem alkalmas ennek a városnak a vezetésére, mert látjuk, hogy az elmúlt 4 évben mit tettek. Lánchíd botránytól kezdve, hadd ne menjek végig rajta, mert akkor ez egy külön másfél órás műsor lenne, hogy hogyan tették tönkre szándékosan Budapest teljes közlekedését. Várunk vissza szeretettel majd, és akkor végigvesszük ezeket is. Ezeket az ember látja. És azt kell mondanom, hogy én úgy gondolom, hogy ennél jobban lehet vezetni bárki másnak ezt a várost, aki egy picit is jobb szándékkal áll hozzá, akinek mondjuk nem az a célja, hogy tudatosan dugókat generáljon ebben a városban, mert azt akarja valami bolsevik buzgalomból elérni, hogy kikényszerítse az embereket, hogy szálljanak ki az autójukból. Ne váltsák meg a világot, köszönjük szépen, éppen elégszer futottak már ennek neki a bolsevikok, hogy majd megváltják a világot, és ennek mindig valami elég szomorú eredménye lett. Tehát
ehelyett működtetni kéne ezt a várost. El kéne fogadni, hogy mindenféle ember van benne, olyan is, aki biciklizni szeretne, és szeretne nem meghalni, amíg biciklizik, mert mondjuk biztonságosak a bicikliutak. Szeretne olyan is lenni, akinek valamiért autót kell használnia. Nem azért, mert ő a gonosz, aki majd most beül az autóba, mint mit tudom én, doktor Genya, ugye, és kuncog magában, hogy na most mindenkivel kitolok, mert autózok, hanem mondjuk viszi a létrát, mert vállalkozó, és szeretne eljutni a munkahelyére, vagy beteg édesanyját kell orvoshoz vigye, vagy a gyerekeit valahova. Tehát el kéne fogadni, hogy az életet a városban élhetővé kell tenni, ha ez a cél. Uh-huh. És ezt ennél csak jobban lehet csinálni, mint amit Karácsonyék itt műveltek. De ők nekik, az ő céljuk a politikai aktivizmus. És ez sajnos összeegyeztethetetlen Budapest valódi érdekeivel. Itt kötnék vissza a Gyurcsány Ferencre, hát akit igen. Említettél, hogy ő ezt is várja el, ezt a saját szájával mondta, és úgy tűnik, hogy a elvárásai teljesülnek. Űrkutatásról beszélünk mindenképpen egy nagyobbat, sőt azt mondanám, hogy megadjuk neked a szót, és mondd el, hogy hogy állunk most e tekintetben, hogy vannak a potenciális magyar űrhajósok, vagy őket már hívhatjuk űrhajósoknak, mikor mennek ki az űrbe, hányan lesznek, hogy áll ez a program. Rég hallottunk róla, pedig dolgozunk folyamatosan. Azt hiszem már elég sok embert sikerült meggyőzni, javíts ki a tévedek, hogy ennek van bőven értelme, mert van, aki ilyen hókusz-pókusznak tartja, hogy ugyan mi közünk lehet ilyen kis országnak az űrhöz. Igen, egyébként azt kell mondjam, hogy a magyar közvélemény ebben az ügyben nagyon jó irányba mozdult el, hogy megértse, hogy általában az űrtevékenység milyen elképesztően jelentős most a 21. században. Itt egy kis kitérővel jelzem, hogy az Európai Unióban kifejezetten nagy hangsúlyt kap a terület most már. Részben biztonságpolitikai megfontolásokból, részben azért, mert azt látjuk, hogy de egyébként most az orosz-ukrán konfliktus, ha már visszacsatolunk, ott is látjuk, hogy az űrtechnológiának a lehetőségei határozzák meg már alapvetően azt, hogy ki mire képes egy háborúban, és az Európai Uniónak erre valamit mondania kell. Versenyképességi szempontok merülnek fel, reziliencia, fenntarthatóság, nagyon-nagyon sok olyan szempont, ami most már annyira jelentős, hogy szinte hét nem telik el, hogy az Európai Unió valamely szintjén, akár szakpolitikai, akár valamilyen szintjén ez a téma ne kerülne elő. Magyarország is az ennek az évnek a második felében, mint az Európai Unió soros elnöke, a témát egyébként napirenden fogja tartani különféle rendezvények és fórumok keretében, mert hiszen ez egy globális világ, itt azért nagy játékosok játszanak, az Egyesült Államok mellett azért Kína, Oroszország, India, az arab-öböl országai, és még sokan mások úgy gondolják, és joggal, hogy van dolguk az űrben. Az európai államok közösségének valamit mondania kell, ha versenyképes akar maradni. Ez a dolog egyik fele. A másik viszont konkrétan ez a program, ugye, ami az egyik a sok egyéb űrtevékenységben történt előrehaladásunk között. Itt a Külgazdaság és Külügyminisztérium nagyon komoly munkát tett az elmúlt években abban, hogy ez a program sikeresen haladjon, és azt el tudom mondani, hogy most 4 jelölt van még a kiképzésben. Hamarosan az ő létszámuk 2-re fog csökkenni, ez egy nagyon fájdalmas döntés, és próbálják a szakemberek még kitolni addig a pontig, ameddig ezt halogatni lehet, mert mind a 4 jelölt nagyon jó. Tehát amit kérdeztél, nem űrhajósok, űrhajós jelöltek, de mind a 4 alkalmas lenne űrrepülésre, és ez egy nagy dolog. 2 fognak tovább menni az Egyesült Államok kiképzési fázisába, és közülük 1 fog ténylegesen feljutni a nemzetközi űrállomásra. Ez év vége és jövő év eleje közötti a launch window, tehát az ablak, de ez nem Magyarország döntési kompetenciája, tehát ez a nemzetközi partnereken fog múlni, hogy pontosan itt mi az az időpont, amit majd mondani fognak. És ez egy óriási katalizáló hatás már most a magyar tudományos életre és az egyetemeinkre, akik részt vesznek a programban. Rengeteg hasznos kutatási programot, javaslatot kaptunk, és azt tudom mondani, hogy ha tudásalapú társadalmat akarunk építeni, ahhoz tudás kell. Ahhoz az kell, hogy itthon versenyképes programokat tudjunk felajánlani a fiataljainknak, az egyetemistáinknak, a kutatóhelyeinknek. Tehát ha úgy tetszik, ez a bizonyos brain drain, agyelszívás, ez megfordítható, ez a brain gain-né tehető, de ehhez az kell, hogy egy ország versenyképesen vonzó programokat tudjon felkínálni, amihez mások is akarjanak csatlakozni, nem csak, hogy a saját jól képzett elemeinket ne veszítsük el, de esetleg hívjunk meg másokat is. Karikó Katalin és Krausz Ferenc példája mutatja, hogy ez az út járható, mindketten nagyon komolyan katalizálják az itthoni kutatásokat is.
Én hozzáteszem, hogy ugye Krausz Ferenc például jelentős állami támogatást kapott nagyon helyesen a kutatásaihoz, és akkor éppen azon nem győzött fanyalogni egy-két baloldali médium, hogy hát ez már mégis mi. Hát ez egy Nobel-díj, jó napot kívánok például. És ennek ehhez tartoznak ezek a programok is. De hozzá kell tennem, hogy egyébként a közvéleményben a fiatalok, a 20-as éveik, 30-as éveiket taposó honfitársaink számára nem kérdés, hogy ez miért fontos. Ők aztán már abszolút mértékben érzik azt, hogy miért a világűr az egyik legfontosabb meghatározó szintere a 21. századi kérdéseknek. Provokálnának. Nem tudom nem észrevenni, hogy ugyanazok az emberek, akik szerint az akkumulátorgyár borzalmas, mert összeszerelő üzemmé teszi Magyarországot, és alacsony hozzáadott értékkel a közepes fejlettség csapdájában tart minket, miközben egyszerre leszünk a Nyugat és Kína perifériája, azok ugyanazok az emberek, akik szerint teljesen feleslegesnek egy űripari miniszteri biztonságnál, és teljesen felesleges én magyar űrhajós programot indítani. Hogyan oldott fel ezt az ellentmondást, hogy az alacsony hozzáadott értékű, vagy annak tűnő iparág, egyébként szerintem az se az azért nem jó, mert alacsony hozzáadott értékű, az űrhajó meg azért nem jó, mert egy ilyen kis ország nem foglalkozik. Ilyen magas hozzáadott értékű dolgokkal. Nekem hashtag ezt kell feloldani, mert én tudom azt, hogy miért kell a tudás alapú társadalomhoz tudás. De most egy olyan pártnak a véleményét hallgatjuk ilyenkor, amikor ezt idézed, akik alusisakba tartottak sajtótájékoztatót az egyik képviselőjük, ehhez jó szórakozást, bárki megnézheti. Illetve egy másik arról próbált engem meggyőzni egy tévévitában, hogy hát inkább legyen egy vidéki településen több busz megálló, mint hogy űrtechnológiával foglalkozon az ország. Odáig már nem jut ott el a gondolataiban, hogy mondjuk egy mentőnek a navigációjában a műholdas navigáció, a GPS adatok, azok azt jelentik, hogy a mentő mondjuk időben ér ki a hívásra, és mondjuk valakinek nem a halott anyakönyvét kell kiállítani, hanem meg lehet menteni. Mert mondjuk fél órával előbb oda tudott érni, vagy bármilyen, tehát magyarul, hogy a technológia, ez nem egy vagylagos kérdés, hogy most akkor mire költöm a pénzemet, fejlett technológiát próbálok a hazai keretek között elérni, vagy pedig be akarom, mit tudom én, építeni a busz megálló tetejét, hanem ezeket a dolgokat egyszerre kell egy országnak menedzselnie. Tehát aki a tudásba fektet, az semmi másból nem vesz el, hanem a jövőt építi. És a tudásba sokféleképpen lehet fektetni, de hozzáteszem, hogy összvolumenében, ha megnézi valaki a magyar számokat, hogy mennyit fektetünk ebbe a területbe, még mindig messze nem annyit, mint mondjuk a regionális országok, Lengyelország, Csehország, vagy más európai velünk, akár összemért Portugália, Belgium, Svédország, ugye velünk összemérhető létszámokról, lakosságarányról beszélünk, mindegyiknél toronymagasan nagyobb számokat fektetnek ebbe a szektorba, tehát van még hova felzárkózni. Ahogy Magyarországnak is, és Európának is, itt kötnék vissza a beszélgetésünk kezdetére, amit most le kell, hogy zárjak időhiányába, de remélem, hogy még folytatjuk. Szerintem mindegyik témánkból még legalább 20-30 beszélgetés kijönne, hogyha folytatnánk, de most ennyi időnk volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen. A nézőknek, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Köszönöm, lesz Mandiner reakció jövő héten is, és kérjük, hogy kövessék a Mandinert minden lehetséges felületen, még TikTok csatornánk is van. Viszonthallásra, viszontlátásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.